A magyarországi németek Ungarndeutsch elnevezésű csapata játszik éppen edzőmeccset a Szederkény focistáival. A labdarúgók az Europeádára készülnek. Az európai őshonos kisebbségek nemzetközi futballbajnokságát 4 évente a kontinens viadallal egy időben szervezik. A pandémia miatt 2 évvel elhalasztott tornán idén 20 férfi és 4 női csapat vesz részt. Hivatalosan igen, nem nézik olyan szigorú szemmel, de elvileg az lenne a kívánság, hogy tényleg azok a nemzetiségek, akik képviselik, mint például Magyarországon a cigány válogatott, vagy a felvidéki magyarok, a Romániában élő magyarok, hasonló vérrel, illetve gyökerekkel rendelkezzenek. Tehát elvileg mondjuk azt a sváb vér az elvárt nálunk mindenképp, mert képviseljük a magyarországi németeket, tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy legalább valamelyik felmenőben az a vér megtalálható legyen. Az Ungarndeutsch csapaton kívül lesznek még magyarországi szlovák, romániai magyar, szlovákiai magyar és burgenlandi horvát labdarúgók is. A magyarországi német gárda felkészítésére Schweitzer Norbert egykori kiváló labdarúgót, edzőt kérték fel. A baranyai futballistákat ismerem, tehát őnekik tisztában vagyok a képességekkel, viszont a pestiekkel nem, úgyhogy ennek örülök, hogy itt a Szederkény partner volt ebben és támogatott minket ebben. Úgyhogy most tudunk játszani egy meccset, és legalább meg tudom nézni a pesti fiúkat. Sajnos ez egyéb elfoglaltságok véget, hiszen mindenkinek bajnokság van, mindenki dolgozik, úgyhogy ez nehezen tud összeni, úgyhogy majd ez nagyon gyors ismerkedés lesz, és nagyon gyorsan ott majd Ausztriába össze kell jönni, és egy jó kis csapatot kell alkossunk. A negyedik Europeada június 25-e és július 3-a között lesz az ausztriai Karintiában. A küzdelmek 6 csoportban zajlanak majd. A magyarországi németek csapata a címvédő dél-tiroliakkal került egy csoportba.